pillanatok alatt megszerezted az amatőr championi címet, hiszen tavaly kezdtél el igazán licenszel lovagolni. Mi az előéleted, illetőleg hogyan sikerült ez a nem mindennapi produkció? Én előbb lovagoltam, mint jártam, nekünk voltak lovaink, vannak most is lovaink, úgyhogy én ebbe születtem bele, bár nem a galopba, tehát mi hobbi lovasok voltunk, illetve később díjugrattam, díjlovagoltam is, aztán elkerültem a póni galopra, a kis huszárvágtára, és ott ismerkedtem meg minimálisan ugye a galoppal, és így kerültem a galopra. Aztán meg elkezdett egyre jobban érdekelni, egyre jobban tetszett, és akkor így kerültem föl alagra. Mitől mennek a lovak, a te lovaid? Mert tényleg a kezedben jól megindulnak, ez egyrészt gondolom a fölkészítés, tehát a tréneri munka, de másrészt mi az a plusz, amit te hozzáadsz? Hogy érzed? Én mindig igyekszem a trénernek az utasításait követni, illetve amikor a mester nekem mond valamit, hogy lovagoljak, hogy csináljam, jobban lapuljak, akkor azt próbálom megfogadni és úgy lovagolni. És amatőrnek könyvelhetünk el valójában, vagy pedig minden napodat tulajdonképpen kint töltöd az istáloknál? Minden nap megyek alagra, és ugye lovagolok, illetve hazamegyek, ott is van nekem két lovam, most már három, mert most már van egy kis telivérem is, illetve otthon én még csigókat is lovagolok be, lovakat lovagolok át, úgyhogy én egész nap lovagolok. Ennyire rövid versenykarrier után azt hiszem azért meg lehet kérdezni azt, hogy és mik az álmok, ami a galopsportot illeti. Én minden jobb zsoké szeretnék lenni. Nyilván szeretnék champion lenni, és úgymond letenni a névjegyemet így a galop világába, hogy talán emlékeznek rám egyszer.